Borsod-Abaúj Zemplén megye 8 hivatásos tűzoltóságának csapata mérte összetudását Sátoraljaújhegyben a megyei hivatásos tűzoltóversenyen. A Sátoraljaújhelyi tűzoltóság már nem először volt házigazdája ennek a megyei szintű megmérettetésnek. Számot adunk ilyenkor egy kicsit a munkánkról, a felkészültségünkről, de azt hozzá kell tennem, hogy nem ilyenkor szoktuk tartani a hivatásos tűzoltóversenyt, hanem május végén, június elején szoktuk megrendezni, csak sajnos az időjárás, mostoha időjárási körülmények, az árvizek közbeszóltak, tehát nem tudtunk felkészülni a hivatásos tűzoltóversenyre, és ezért el kellett nekünk tenni más időpontra. A versenyzésen túl az is nagyon fontos, hogy a tűzoltók megfelelő állóképességgel rendelkezzenek, hiszen amikor az emberi élet mentéséről van szó, vagy amikor különlegesen veszélyes helyzetekben kell helytállniuk, elengedhetetlen, hogy mentálisan és fizikálisan is a csúcson legyenek, hiszen enélkül nem lehet számítani a hadható segítségükre. Tűzoltóknál ez a szakmai jellegű kihívás, ez egyrészt sportesemény is, amely nem csak szórakoztatja őket, hanem kihívásként is tekintenek rá, ugyanakkor szakmailag is egy rendkívül komoly megpróbáltatás, hiszen így számot adhatnak a felkészültségükről, mind szakmailag, mind pedig fizikailag. Nagyon fontosnak tartják, én úgy gondolom. A versenyen komplex tudásukra kellett számot adniuk a tűzoltóknak, hiszen a feladatok között volt olyan, mely ügyességet, volt amely erőt és volt amely tapasztalatot kívánt. Jelen pillanatban a 9 tűzoltóságból az újhelyi tűzoltóság az egyik, Szerencsi tűzoltóság a másik, illetve Ózd Mezőköves, de az, aki nagyon a toppon van. Tehát négyük között fog eldőlni az, hogy ki lesz az első. Úgy gondolom, hogy 10 másodpercek fognak dönteni csak. Tehát nagyon felkészült csapatokról van szó. Nagyon sok időt töltöttek azzal, hogy a versenyre felkészüljenek. Erőnléti edzéseket tartottak. Úgy gondolom, szoros verseny lesz. A Sátoraljaújhelyi tűzoltók egyéniben is szép eredményeket éltek el, és a csapatversenyben is ők állhattak fel a képzeletbeli dobogó legfelső fokára. A legfontosabb az, hogy sikerült a csapatnak hosszú idő után újra nyernie, és számomra ez a legfontosabb. A távozó vezetők, itt lévő parancsnokok, mindegyik azt mondta, hogy jó szervezés volt, úgyhogy nekem ez a legfontosabb része a dolognak. Az elsődlegesen az, hogy megnyertük ezt az egész megyei versenyt, a másik az, hogy nem nagyon találta kifogást az ellátással, meg a szervezéssel kapcsolatban. Nagyon nagy különbséggel nyert a tűzoltóságunk, nagyon sok versenyt nyert meg a 7 vagy 8 versenyszámból, tehát mondhatjuk azt, hogy kimagasodtak a mezénből, és azt is mondhatjuk, hogy úgy, ahogy az elmúlt 10-20 évben jöttek az eredmények, nem szakadt meg a folyamat, minden parancsnok alatt rendkívül jó állomány, rendkívül felkészült sportolóink és tűzoltóink vannak, büszke vagyok rá. A nyertes újhelyi csapattagjai győzelmüket a hagyományokhoz hűen parancsnokuk megfürdetésével ünnepelték.